A szegény ember és a farkas. Volt, hol nem volt, túl a Hargitán is, egy kicsi székelyfaluban volt egy szegény asszony, s volt az édes ura. Hát ezek éltek nagy boldogságban, a szegénység mellett is erős volt a megértésük. Így aztán boldogok is voltak. Egyszer azt mondja az asszony, édes lelkem, kimenj az erdőre, s hozz egy kicsi fát. Te, tudd meg, nincs mivel megfőzzek, s megfőzzem az ebédet. Hát a szegény ember vette a tarisznyáját, s kicsi hagymát, s kenyeret, szalonnát is, vette a fejszéjét is a vállára, s megyen ki az erdőre, hogy fát hozzon a feleségének. Hát, amikor kiért, nézegeti a nagy fákat, s meg is találta, hogy melyiket vágja ki. Hozzá is fogott, s hát, amikor éppen kidöntötte, s gondolta, hogy lehuppan egy kicsikét, és megeszi az ebédjét, a kenyeret, a szalonnát, a hagymát is. Hát, uram, ne hagyj el! Az egyik bokor mögül kilépett a farkas. No, nem is hiszitek el, emberi szóval megszólalt. Na, te szegény ember, éppen jókor találkoztunk, tudd meg. Hát úgy kondít a gyomrom az éhségtől, mint a ménaság nagy harang. Te, ha 3 napja nem is ettem egy falatkát se. Jó, hogy itt vagy, téged most bizony megeszlek. A szegény ember, mint mondta a farkasnak. Állj te, farkas, hát tudd meg, hogy minden halálra ítérnek, van egy utolsó kívánsága, hát nekem is lenne. S aztán mi lenne azt? Kérdi a farkas. Hát, itt van a tarisznyámban a kicsi citerácskám. Te, én olyan szívesen elciteráznám a nótámat utoljára életemben. Ha már meg akarsz enni, akkor egyél meg utána. Azt mondja a farkas. Na, nem bánom, én is meghallgathatom. A szegény ember elővette a citerácskáját. Hát az olyan szépen citerált, s muzsikált. A farkasnak úgy leesett az álla, hogy meg kellett kölcsön kérje a szegény ember felszéjét, hogy támogassa fel a nagy gyönyörűségtől. Mikor befejezte a szegény ember, azt mondja neki a farkas. S te szegény ember, hát én nem eszlek meg téged, tudd meg. Meg lehetne tanulni citerázni, te? Nézi a szegény ember a farkast, megpödri a bajuszkáját, s mit mondja? Hát, azokkal a marha nagy körmekkel nem nagyon lehet, te. Le kell lapítsuk őket, ha tényleg meg akarsz tanulni. S hát, hogyan lehetne, te? Hát, tudod, én ide ebbe a fába vágok egy kis rést. Kékeljük. Te beteszed a körmecskéidet, s meglapítjuk. S lássuk meg utána, hogy hogy tudsz citerálni, mert ezekkel bizony leszaggatod a citeráról a húrokat. Ó, az bizony jó lesz, mondja a farkas. Hát a szegény ember vágott egy rést egy kicsi fának az udvába, kékelte, s a farkas berakta a 2 első lábacskájáról a körmöket is. A szegény ember meg kihúzta az éket, s hát tudjátok meg, a farkas akkorát ordított fájdalmában, hogy a 3. faluban Horváth Penzsi néninek a fekete macskája a bíjúba ilyetében megkölkezett. 5-öt is. A szegény ember szép ügyesen összepakolta a tarisznyáját, be a citerácskáját is, vállára vette a fejszéjét, s megyen haza. Hát, mind ordít utána a farkas. Jaj, te szegény ember, hát mit akarsz csinálni te, ha itt maradok? Mind be van szorítva lábacskával, mit csináljak? A szegény ember visszafordult, s megemelte a kalapocskáját, azt mondta. Ja, farkaskoma, a művészetért meg kell szenvedni. Hát, hogy ordít-e azóta a farkas, azóta is, azt nem tudom. Ha ti arra jártok,
Nézzétek meg!